Jézus mai üzenete így szól, aki hisz bennem, annak örök élete van, idéztük már az elmúlt elmélkedésünkben is. Aki hisz, aznak örök élete van, de aki nem hisz, az elkárhozik. Mit is jelent ez a borzalmas mondat? Elszoktunk attól, hogy a kárhozat iszonyatától megrendüljünk, megrettenjünk. Márpedig az örömhírnek a része a lelkünk üdve, amit Istentől kapunk, de ott van ennek az ellenpontjaként és ellenképeként a kárhozat lehetősége. Mi is ez a kárhozat? A szabadsággal szemben valami szörnyű börtön, ami nem más, mint önmagunkba való bezárkózás, az én rabsága. Jézus pedig szabadítóként jön, hogy felszabadítson minket saját egoizmusunkból, saját énünk börtönéből, és felszabadítson arra, hogy igazán önmagunk legyünk én, a tevel, a mivel közösségben. Hiszen személyként lenni annyit jelent, mint kapcsolatban lenni. Tehát a kapcsolat mindenek előtt kapcsolat az élő Istennel, Jézus Krisztus által. Mit is jelent ez a borzalom, amit át kellene élnünk? Mit meg nem kell tennünk annak érdekében, hogy lelkünk üdvét elnyerjük, és megszabaduljunk a kárhozattól? Nem véletlenül írtuk föl a belvárosi főplébánia templom homlokzatára ezt a fontos idézetet, a lélek üdvét elneveszítsük, a lelket ki ne olcsátok. Prohászka Ottokártól származik egyébként az idézet. Az ember ugyanis nem csak test és szellem, hanem lélek, és a lélek élteti a testet, élteti a szellemet. Az életünknek a forrása tehát Krisztus, aki az egész ember szabadítója. De megvan a lehetősége az embernek, hogy igent mondjon a kapcsolatra, és a kapcsolatban a másik személyre, vagy pedig tagadjon. Jó, hogy vagy, igen, vagy pedig az ellenképe, nem, nem kell, hogy légy, nem kell, hogy kapcsolatban legyünk egymással. Isten ezen tagadása, a kárhozat, és ennek a borzalma, a lelkünk üdve pedig kapcsolat, szeretett közösség, mindenek előtt az élő Istennel, a föltámadt Krisztussal.